Üdvözlöm a kedves nézőket! Városháza hírei című műsorunkban ezúttal nem konkrétan a polgármesteri hivatal, illetve a Sátoraljaújhelyi önkormányzat feladataival foglalkozunk, hanem a járási hivatalt mutatjuk be. Mutatjuk be annak ellenére, hogy másfél évvel ezelőtt alakult meg a Sátoraljaújhelyi járási hivatal. Szóltunk akkor is róla, de most szeretnénk egy kicsit bővebben tájékoztatni a nézőket, hogyan is működik ez a nagy közigazgatási rendszer, amelynek egy része a járási hivatali rendszer. Köszöntöm a stúdióba vendégeimet, Tóthné Galambos Andreát és Farkas Szabolcsot, a járási hivatal vezetőjét, illetve vezetőhelyettesét. Hát mit is kell tudni magáról a Sátoraljaújhelyi járásról, mely települések tartoznak hozzá, ez nagynak vagy kicsinek számít a 198 járás között? A Sátoraljaújhelyi járáshivatal illetékességi területe 21 települést foglal magába. Ez tulajdonképpen a régi Sátoraljaújhelyi kistérség plusz alsó és felső Berecki illetékességi területe. Nagyságrendileg a lakosságszámunk olyan 23 ezer fő körül van, úgyhogy ez a közepes járáshivatalra tekinthető. Ebben az illetékességi területben, akkor, ha jól tudom, akkor van két város, a többi pedig kis település. Ez jelente valamilyen plusz feladatot, hogy zömében kis településekből tevődik össze? Hát ez van csak minden járáshivatal életében így van, ugye Pálháza és Sátoraljaújhely a járási városok, ebből Sátoraljaújhely a székhely a járási városoknak. A kis településeknél annyiban van feladatunk, hogy úgynevezett települési útsegédek útján biztosítjuk ott a ügyfeleknek a könnyebb elérhetőséget és az ügyintézést, hogy minél közelebb kerüljenek ugye az államigazgatáshoz az ügyfelet. Tehát 20 településenken tulajdonképpen települési ügysegédek révén részt veszünk. Egyébként nyilván sokszor nem beszéltünk a járási hivatalról, sem a hírműsorban, sem egyéb műsorokban, mert mindig az volt a válasz erre, hogy az állampolgár maga nem vett észre ebből a közigazgatási átalakításból túl sok mindent, ugyanott maradt helyileg is, és nyilván a feladatok osztódtak meg. Ehhez képest azért hogyan néz ki a járási hivatali rendszer, ha mi ebben belemegyünk? A járási hivatalok úgy épülnek fel, hogy járási szakigazgatási szervekből állnak, egyrészt másrészt pedig a törzshivatalból. Na most a járási szakigazgatási szervek járásonként eltérő számúak, Sátoraljaújhelyben három szakigazgatási szervünk van, a járási gyámhivatal, akinek a vezetője Rahel Zoltán, a földhivatal Stumpf Miklóssal, és dr. Szabóni dr. Nagy Szilvia, aki a munkaügyi kirendeltségünket vezeti. Ezek a szakigazgatási szerveink, és a törzshivatal pedig úgy néz ki, hogy két osztályból áll, a hatósági osztályból és az okmányirodai osztályból. A hatósági osztály vezetője tulajdonképpen egyben a hivatal vezető helyettese is. Mit jelent ez a hatósági osztály, ez mit akar? A hatósági tevékenység, amit ellát a járáshivatal, azért az elég széles skálán mozog. Amiről itt most szerintem érdemes lenne beszélni, az inkább az állampolgárokat illető ellátások bemutatása. Szociális jogkörben a hatósági osztályunk ápolási díj megállapításával kapcsolatosan, a közgyógyigazolványok, a közgyógyellátása kapcsolatos ellátások, az időskorúak járadéka, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása tulajdonképpen szociális alapon. Ez az utolsó mencsvár azon állampolgárok vonatkozásában, akiknek egyébként, ha nem biztosítottak, vagy nem részesülnek valamilyen az állam által biztosított ellátásban, akkor saját jogon fizetni kellene ezen ellátásokat. Ezek mellett azért még nagyon sok hatósági feladatot ellát a járáshivatal. Például említhetném itt a köznevelési feladatokat, ugye a tanköteleskorú gyermekeknek a nyilvántartása, a napokban is zajló érettségivel kapcsolatos feladataink. Nekünk köszönhetik a diákok, hogy eljutnak hozzájuk az írásbeli dolgozatok. Már érintettük az ügysegédi rendszert ugyan, de ez milyen előnyöket szolgál, és mit jelentett ez a települések esetében, hogy maga a járási hivatal megalakult. Régen ugye az önkormányzatok látták el bizonyos feladatokat. Ez azt is jelentette, hogy vannak olyan területek, ahol ez megszűnt? Ahogy említette hivatal vezető asszony,
a sátorjárás területén 20 településen működünk, vagy működtetjük az ügysegédrendszert. Jelenleg 4 ügysegéd útján biztosítjuk ezeken a településeken az ügyfélfogadást, az ügyfélszolgálati tevékenységet. Komoly változást talán abban eredményezett ez az ügysegédi rendszer, hogy vannak olyan közös hivatalok, ugye közös hivatalok működnek a járás területén. Az egy legnagyobb közös hivatal a Kisutai közös hivatal, 8 település foglal magába. Ezeken a településeken most már az állampolgárok a lakóhelyükön intézhetik az államigazgatással kapcsolatos feladat, vagy a teendőiket. Ami még segítség, hogy nem csak azon ügytípusokban nyújtanak az ügysegédek segítséget, amely ügytípusokat a járáshivatalnál meg lehet igényelni, hanem segítséget nyújtunk más ügytípusok eligazodásában is, nyomtatványok letöltése, kitöltése, információkkal látjuk el az ügyfeleinket. Ilyenkor az infrastruktúra is ott van az ügysegédnél. Hát például most arra gondolok, hogy lehet, hogy olyan hivatalban van, ahol van internet elérhetőség, akárki is tudja nyomtatni azt a nyomtatvány. Tehát ez a része is működik, vagy ez még talán döcögősebb? Ez működik. Tehát amikor felállt a járási hivatal, akkor úgy lettek meghatározva a feladataink, hogy ezeket el is tudjuk látni, tehát eszközzel is ellátták a járási hivatalt. Tehát azt jelenti, hogy számítógép, nyomtató, internet elérhetőséggel rendelkezünk, és itt tudjuk segíteni. Mennyire használják ki az ott lakók? Tehát nyilván van olyan település, ha honlóházát nézem, Sátoralja új hely, több mint 30 kilométer, hogy ne kelljen beutazni, tehát használják az ügysegédi rendszert? Hogy használják? Még azt az elején kifelejtettem mondani, hogy a hét bizonyos napjain minden településen jelen vagyunk. Az emberek megszokták, megszokott időpontban állunk az ügyfelek rendelkezésére. Kihasználják, úgy veszük észre, hogy szeretik és meg vannak elégedve ezzel a rendszerrel. Tehát egyik településen mondjuk hétfőn van, a másik településen kedden, akkor a másik településen élő is kvázi, akkor például csak 2 kilométert utazik, hogy így ott van, adja van, tehát ami a lényeg, hogy ha mondjuk hétfőn nem tudott elmenni az egyik településre, saján az ügysegédhez kedden a másik településen, ami szintén nem egy nagy távolság, felkereseti, és ugyanúgy kiszolgáljuk. Ez hivatali időt jelent? Tehát 8-tól 4-ig van ott az ügysegéd? Így van. A törzshivatalnak az ügyfélfogadási idejével megfelelően állunk az ügyfeleink szolgálatában. Milyen feladatok tartoznak a járási hivatal hatáskörébe még? Hát okmányirodai feladatok kerültek át elsősorban. Hát az okmányirodai feladatok, azok a klasszikus okmányirodai feladatok, a egyéni vállalkozói igazolvánnyal, személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, közlekedési igazgatással, útlevéllel, mozgáskorlátozott igazolvánnyal, ügyfélkapuval, vezető engedéllyel kapcsolatos ügyek. És itt nagyon szeretném felhívni a nézőknek a figyelmét, elsősorban a kedves elsős diákok figyelmét arra, hogy közeleg a diákigazolvány igénylés időpontja, és tanulva az előző évek tapasztalataiból 2 éve az okmányiroda feladatai közé tartozik, az úgynevezett NEK azonosítóval való ellátás, ezt követően kell menni a diákoknak a saját iskolájukban majd intézni a diákigazolványt. És tavaly is előfordult, hogy aznap, amikor a beiratkozás volt, nagyon-nagyon nagy számú ügyfelünk volt, mindenkit elláttunk, senkit nem küldtünk el, átcsoportosítottuk erőinket, de bizony sorban állás volt. Tehát érdemes időben elkezdeni gondolkodni, és időben akár bejelentkezni személyesen, telefonon, akár most már elkezdeni, aki tudja, hogy hova nyert felvételt, elkezdeni a diákigazolványigénylő lapokat megigényelni, hogy ne kelljen sorban állni adott esetben. Van ezen kívül más olyan feladat is, amit itt nem említettünk, de fontos is, az embereket érintheti, és a mindennapokban is mondjuk előfordul, hiszen van számos olyan, ami egy-egy egyéni, vagy ezeket már azért így elmondtuk. Tavaly márciustól hozzánk került a járási hivatalhoz a egyszerűsített honosítással kapcsolatos ügyintézés, ami ugye nem szorosan az új helyi állampolgárokat vagy a környékbelieket érinti, de elég jelentős számú nagy feladatot ró a járási hivatalokra, valamint a szabálysértési ügyintézés, ami még nagy létszámú ügyek elintézését vonja maga után.
új feladata a járási hivataloknak a védelmi igazgatás. A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg a járásokhoz kerültek át a helyi védelmi bizottsági feladatok. Ugye ezt megelőzően a polgármesterek látták el a védelmi igazgatási feladatokat. Most ez átkerült, úgyhogy a helyi védelmi bizottság elnöke a járási hivatal vezetője lett, a titkára pedig a hivatal vezetőnek a helyettese. Hát volt alkalmunk tavaly márciusban már élesben is kipróbálni a új működést. Aztán nagyszerűen sikerült, az összes társszerv, aki bele volt vonva a katasztrófavédelemtől a rendőrségig, mindenki remekül vizsgázott. Ehhez kapcsolódik még, hogy a múlt héten a várható rossz időjárásra tekintettel rendkívül ülést tartott szintén a Védelmi Bizottság, de szerencsére ugye nem került semmilyen intézkedésre sor, mert nem volt rá szükség. Ezen a védelmi bizottsági üléseken azért továbbra is ott vannak az adott települések polgármesterei vagy vezetői is, gondolom. Nem. Tehát a védelmi bizottság feladataink ugye katasztrófavédelmi koordináció. A helyi védelmi bizottság koordinálja a katasztrófa helyzetek megoldását. És azt tudni kell, hogy a védelmi bizottság akkor lép munkába, hogyha több települést érintő probléma merül fel. Tehát tulajdonképpen a polgármestereknek is van szerepük a helyi védelmi bizottságban. Ugye vannak a helyi védelmi bizottságnak állandó tagjai, illetve vannak állandó meghívott résztvevői a sátrai járáshivatal vonatkozásában 3 település, Mikóháza, Fűzérkomlós és Pálháza települések polgármesterei vesznek részt a helyi védelmi igazgatásban ebben a formában. Kormányablak, elektronikus közigazgatás. A kettő nyilván nem tartozik szorosan egymáshoz, de mégis. A kormányablakokról nagyon sokat beszélnek országos szinten is. Vannak olyan települések, ahol már működik kormányablak, a több településen nem. Mit jelent ez pontosan, hogy kormányablak? Mitől lesz több a járási hivatal Sátoralja újhely esetében, ha kormányablak is fog működni? Igen, folyamatosan nyílnak a járási kormányablakok országszerte. Borsodabói Zemplével eddig 2 helyen nyílt meg, aztán fokozatosan nyílnak a többi helyen is a kormányablakok. A kormányablakok kialakításának az a célja, hogy az állampolgárok egy helyen, egy ablakon keresztül intézhessék ügyeiket. Ne kelljen azt tudniuk, hogy melyik ügy, melyik szakigazgatási szerv hatáskörébe tartozik. Egyszerűen annyit kell megtanulniuk, hogy itt van a kormányablak, és itt az én ügyeimet el fogják intézni. Tehát ez egyszerű ügyfélbarát közigazgatásnak az alapvető feltétele. A kormányablakokról azt kell tudni, hogy az ügyek intézése úgy történik, hogy van, amit saját hatáskörben, illetve azonnal elintéznek. Ezek a klasszikus okmányirodai ügyek. Vannak olyan ügytípusok, ahol csak tulajdonképpen beadják hozzánk a kérelmet, és mi továbbítjuk a megfelelő illetékes szervhez meghatározott formában, illetve vannak olyan ügytípusok is, ahol csak tájékoztatást fogunk nyújtani, hogy hova, mikor, hogy fordulhat, és segíteni természetesen a nyomtatvány kitöltésében, de ez nagyon nagy segítséget fog tulajdonképpen jelenteni az állampolgároknak, hiszen nekik csak azt kell tudni, hogy az ügyük el lett intézve, az, hogy éppen az milyen köröket és hol fordult meg, milyen szakigazgatási szerveknél, arról nem kell, hogy tudjanak. Az elektronikus közigazgatáson belül mi az, ami már használható és akár évek óta működik itt Újhelyben? Én mindenkit biztatnék arra, hogy ügyfélkaput létesítsen, amit az okmányirodában egy személyazonosító igazolvány és egy e-mail cím birtokában tulajdonképpen pár perc alatt meg lehet tenni, mert ezen keresztül is nagyon sok minden elérhető már. 2 felületet érdemes megjegyezni, egyik a magyarország.hu, ahol akár időpontot is lehet foglalni az okmányirodába, akár onnan ügyeket lehet már indítani bizonyos ügytípusokban. Ezeknek az e-mailhez azonban ügyfélkapu regisztráció szükséges, nyilván a biztonságos azonosításhoz. Van még egy honlap, a KKH-nak a webes ügysegéd honlapja, amit mindenkinek ajánlanék, ugyanis ezen a honlapon keresztül már teljes körűen elintézhető ügyek is találhatóak. Ilyen például be lehet már jelenteni most már a gépjármű adásvétel, a tulajdonjogváltozásokat, a ideiglenes forgalomból kivonást el lehet teljes körűen intézni. Elveszett, ellopott személyazonosító igazolványt lehet pótolni, természetesen a lejárató idő itt is csak addig tart, ameddig az eredeti okmány. Ugyanez igaz az útlevél igazgatásra is.
erkölcsi bizonyítványt is lehet például igényelni, és ezek az ügyek folyamatosan bűvülnek, tehát érdemes nyomon követni. Nem kell befáradni, ugye a jövő az elektronikus közigazgatási, a fiatalabb generáció már ezt szokja meg, hogy mindent interneten keresztül intézhet, úgyhogy én nagyon ajánlom, hogy ezeket érdemes böngészni, egyébként minden ügymenet, minden okmányirodás ügy nagyon jó ügymenet leírással, mennyibe kerül, hol, mi kellene hozzá, nagyon praktikus ezeket megnézegetni, sok hasznos információt tartalmaznak. Azt gondolom, hogy ez a beszélgetés is tartalmazott hasznos és használható információkat a nézőknek. Köszönöm, hogy befáradtak. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!